Mögjött a piacról a záró. Az indexbúra biztos, hogy cserés, mert nem csak fakó, de el is van törve, el van repedve több helyen. Ki van törve belőle egy darab, áll benne a föld. A 41 éves Mercedes feltámasztását ott hagytuk abba a múltkor, hogy nem akart elindulni, vagy hát nehezen. Kimértem az izítógyertyákat, az 5-ből 2 volt a jó, úgyhogy 3 cserés. Na ez jön most. Mivel a relén történő ellenállás mérés ugye azt mutatta, hogy az 1-es és a 3-as izítógyertya működik. A 2-es, 4-es, 5-ös kiugrik, 5 jó lesz benne. Onnantól könnyebben is fog indulni. Remélem. Ahogy azt korábban is mondtam már, az elektromos csatlakozókat, ami az izítógyertya tetején van, 8-as kulcsnyílású anya fogja. Ő az. Viszont maga az izítógyertyához 12-es fej kell. Amúgy nem is a szerszámokon aggódom ám, hanem azon, hogy az izítógyertyák mennyire vannak oda belekötve, beleszorulva, illetve hogy a kezemnek mennyi lesz ott a hely? A legkomolyabb helyeket mutatom nektek. Ő az izítógyertya. Ó, jön ez kézzel. Egyébként az első izítógyertyát meglepően könnyen meg tudtam lazítani. Megvan. Szerintem külön nem is kell mondanom. Nézd, látszik a Coxlera kódás. Bent az előkamrában ilyen mocsok veszi körül. Ha berakok egy jó izzítógyertyát, akkor sem biztos, hogy tökéletesen fog működni, hiszen ezt a Cox réteget fogja melegíteni, ami átadja a hengerfejnek, tehát nem is az előkamra fog melegedni. Ezt ki kell takarítani. Takarító! Takarító! Ehhez volt a legkönnyebb hozzáférni. Most jön a szívás a 4-es 5-össel. Haver, nyugi, ne erőltesd, de végén még aranyeret kapsz, nem ér annyit. Akartam is mondani, hogy ne tessék azt hinni, hogy itt minden lében kanál, minden olyan frankon kiugrik, mert 10 másodperc alatt. Az utolsó, az 5. henger izítógyertyájával, ezzel a rohadékkal 35 percet küzdöttem. Mert ki tudtam szedni, de kézzel nem tudtam csavarni. Nem férek oda. Ugyanis útban voltak ezek a csövek, itt az olajszűrőház, itt kellett bedugnom a kezemet, mutatom, hogy sikerült. Nem elég, hogy így van beszorulva a kezem a cső, meg az olajszűrőház teteje közé, hanem még csavarni is kéne, ugyanis kulcssal már nem fértem oda. És hát nézd, ez maradt a kesztyűből. Tiszta újonnan vettem fel most, amikor elkezdtem. Ez az ára az 5. gyertyának. Hát rohadjon meg! Látszódott, hogy mindegyiknek elég fekete, kormos, ilyen Coxlera kódásos volt a teteje. Na most ez nem csak a gyertyákon van, hanem ahonnan kijöttek, ott az a kis luk, az előkamrában is. Ha már kim vannak az izzítógyertyák, takarítsuk ki a helyüket, mielőtt visszamegy az út. Házilagos ugyan, de igazából szerintem tökéletesen működik. Fogsz egy 8-as fúrót. Szépen ügyesen egy kis zsírral megkened itt ezt ezeket a belső részeket. Ezt a fúrót bele fogjuk tekerni az izzítógyertyának a furazába, és ahogy forgatom a fúrót, kiszedi a kokszot, a lerakódott korom darabokat, és mivel be van zsírozva, szépen ráragad a zsírra. És akkor így jó erőteljesen érzem, hogy karcolja a szélét. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Oda néz! Itt a végén látszik ez a nagy fekete. Ez mind korom. Ez mind benn volt az előkamrában. Ez nem teszi jót, ha ott marad. Mögjött a piacról az áru. Legkomolyabb izítógyertya. De amúgy nagyon komoly, srácok! A 2-es bent van. Viszont a 4-es, 5-ös annyira kicsi a hely, hogy hozzáférni, baromi nehéz lesz. Azt hiszem, az a szó, hogy nehéz, nagyon találó ebben az esetben. Úgy is mondhatnám, teljesen lehetetlen. Mert itt, hát ez, figyelj, nem is tudom, hogy fogom ezt becsavarni. Nem is a becsavarás, hanem utána hogy rakom rá az anyákat. Csak el ne ejtsem. Na? Na, figyeld! Ó, lukon vagyok, tesó! Aha, ja, csak most kéne csavarni. Két ujja nem egyszerű azért, főleg akinek így nagyobb keze van, mint nekem. Ez most így nem annyira előny. Jó, be lesz, előbb-utóbb meg lesz. Az utolsónál tartok. Azt kell, hogy mondjam, hogy befele,
könnyebb volt, mint kifele. Nyilván ugyanúgy nem fértem hozzá, meg szétcsesztem a kezemet, most okosan nem vettem a kesztyű. A kesztyű! Lehet, hogy a kesztyű volt az oka. De azért volt nehéz kifele szedni, a rohadt kesztyű miatt. Nézd meg szabad kézzel. Hát, nem akarom azt mondani, hogy 5 perce, de fél órája csinálom, és már ez az utolsó. A harmadikat tekerem befelé, mondjuk ez a legszarabban hozzáférhető. Utolsó gyertya, utolsó simításai. Rajta van a kábelnek a 8-as anyának, a meghúzásának a végénél tartok. Találtam egy ilyen kis gagyi 8-as kulcsot, meghajlítottam, és így egész könnyen meg tudom vele húzni. Jó, hát persze ezt is két ujjal használom, és nagyon piciket tudok csak mozdítani, de figyelj, így is haladok. Kész vagyok! Micsoda győzelem, tiszta boldog vagyok. Az egésznek a hátránya, hogy így nézek ki utána. Hát erre szokta anyukám mondani, hogy a munka nem nevel szép testet. Amúgy meg, ha szeret, akkor olajos testtel is szeret. És ahogy az iskolában a gyerekeknek a felmérő, jöjjön a teszt, hogy jól dolgoztam-e. Itt van. Itt is van. Ennyi. Mindenhol van ellenállás. A multiméter tehát megsimogatta a fejemet, ügyes voltál, jól dolgoztál, mindegyik gyertyám van ellenállás, de az igazi teszt az itt a műszerfalon lesz, hogy amikor elfordítom a kulcsot, világít-e az izzításlámpa. Ami ugye eddig semmit nem csinált. Na gyere. Ilyenkor szokták a cirkuszba, hogy doppergés. Yeah! Ott van! Elaludt. Aszta! Gyerekek, gyönyörűen jár, most azt ne nézd, hogy rázza, mert a motortartó bakok kukák fél fordulatra elindult, az izzítás biztos, hogy tökéletes, szerintem a hangja se rossz, a rázást persze megszüntetjük. Marha jó érzés ám az, hogy tapasztalat nélkül, az érdeklődéstől vezérelve, jó, meg néhány YouTube videó segítségével, pusztán önerőből meg tudsz javítani valamit, ami korábban rossz volt, nem működött, és most újra jó, miattad? Örülök, na! Most, hogy az izzítás és ezáltal az indulás összejött, szenteljünk egy kis időt a kozmetikának, mert van egy-két dolog, ami nagyon bántja a szememet. Az egyik például az amerikaiakra annyira jellemző, és igazából nem is értem ezt a hülyeséget, mindent megfestenek. Nézd, végig van festve itt, ezt ecsettel csinálják, kézzel, tehát nagyon ügyes emberek csinálják, csak minek? Tehát, hogy ezen az autón itt van egy fehér autó, aminek van saját kromdíszlet. Minek kell összefesteni ilyen foszzöld, meg ilyen sárga, egyik vékonyabb, másik vastagabb csíkkal? Ez mire jó? Ez kinek tetszik? És ha jobban megnézed, nem is mindenhol van meg. Tehát itt már lekopott egy-két helyen, itt például semmi nincs belőle. Nem tudom, szóval ezt tüntessük már el. Sajnos ez most azonnal nem fog menni, mert ez Baramella korom kell, amivel ilyen feliratokat, meg régi matrica maradványokat tudnak eltávolítani fenyezés sérülése nélkül. Fogok egyet venni, mert ezt el kell innen tüntetni. Nagyon nem tetszik. Mondjuk az indexbúra biztos, hogy cserés, mert nem csak fakó, de el is van törve, el van repedve több helyen. Szedjük már ki. Hát nézzük már meg. Na, ez volt benne. És íme egy utángyártott, ami tiszta új. Ez gyönyörű, nagyon szép. Látszik a különbség a két szín között. Ezek viszont nem arról híresek, hogy tökéletesen passzolnak, de ezt muszáj kicserélni, meglátjuk. Nézd meg, mennyivel szebb ezekkel az indexekkel. Nem fakó, nincs eltörve. A másik oldalon is kicseréltem, és gyönyörűen működik. Kellett ám itt is egy kicsit kábelezni, mert hát itt is minden szétrágott. Tehát itt még a testkábel is szét van rágva. Ezeket is újra kell kábelezni, mert itt is rágott valamit ez a rohadék. Na mindegy, de nézd! A nyers szart azt ne tessék észrevenni. Hagyjuk a szart! Itt húzzuk meg a szarvonalat! A szar itt megáll! És persze világít is ám, ahogy kell. Helyzetjelző? Tompított. Yeah! Hiába szépek az indexek, amikor ezek a lámpabúrák, ezek nagyon csúnyák, ez itt el van törve. És egyébként az a vicces benne, hogy ez egy az egyben a Lada Nivának a fényszóró mérete. Tehát, hogyha ez mondjuk beszarna, egy Lada Niváért veszek hozzá, és hello! Ezzel nem lehet semmit se csinálni, szét van fakulva, meg van repedezve, ott látod, megnyomom a nyekerek. Ez lehet, hogy még gyár, biztos, hogy gyári, csak hogy lehet, hogy eredeti, 41 éves. Nézd, ki van törve belőle egy darab, áll benne a föld, meg úgy unblock, össze van törve az egész. Ami összetört, még megjavulhat. Á, nem, ez nem tud megjavulni. Ezen semmilyen mókolás nem segít. Ezt
cserélni kell. És ha már a cserénél tartunk, nézd meg, was kommt aus Deutschland, mi jött Németországból? Hangszóró a műszerfalba. Valami, résolajcső. Motortartóba. Gázolajszűrő. Szemét. Ebben lakik ugyanis a... Az új, teljesen origi, repedés, törés és termőföldmentes termále! Csillog, villog. Nem, ma nem tesszük be! Az amerikai lámpát egyáltalán nem bonyolult köszönni, sokkal egyszerűbb, mint az európait. Ugyanolyan kis tekerentjük fogják, mint az indexet. Tessék, egy már lent is van. Persze, hogy az utolsó meg van szorulva, mint a barom. Hogy a Stuttgart édes anyádat rohadná meg. És megvan. Le is tört. Ezer éves volt az már. Hát így néz ki szemüveg nélkül. Furcsa, nem? Kicsit menő. Új lett az eleje. A hátsóknál szerencsére ilyen probléma nincsen, mechanikailag egész jó állapotban vannak, nincsen rajtuk repedés, nincsen rajtuk törés. Ezek általában a dízeleknél beszoktak feketedni, tehát egész sötétek is tudnak lenni. Ez mondjuk ahhoz képest egész jó állapotban van, de hogy biztosra menjek, azért csinálok rajta egy mosogatógépes takarítást, betezem egy 60 fokos programra. De miért nem hallottál még olyat, hogy valaki az autónak a hátsó lámpáját mosogatógépbe mossa ki? De minek küzdjek kézzel? A mosogatógép egy nagyon jó cucc. Olyan szépen elmos a forró vízzel, nem is az első, amit csinálok. Búcsúzóul, és legyen ez a mai nap tanúsága. Hiába veszel bármilyen munkavédelmi ruhát, a munkától nem véd meg.